Utolsó szakaszához érkezett a Bárdos Lajos Általános és Zeneiskola épületének rekonstrukciója és bővítése. Az elmúlt héten a műszaki átadás átvétel is megkezdődött, vagyis már csak apró munkálatokat végeznek a kivitelező cég szakemberei. Ez 30 napos időt vehet igénybe, ez alatt kell minden berendezést és az egész épületet a műszaki szakembereknek átvizsgálniuk és a kivitelezőtől átvenni. Ha még valami hiányosság van, akkor azokat ez alatt az idő alatt lehet pótolni, ki lehet javítani. Ez azt jelenti, hogy február utolsó napjára juthatunk el oda, hogy ez a műszaki átadás átvétel lezárul. Ezt követően van lehetősége a megrendelőnek, vagyis az önkormányzatnak és a kivitelezőnek kijavítani azokat az esztétikai hibákat, melyek előfordulhatnak egy ekkora beruházásnál. Az intézménybe teljesen új bútorok és eszközök kerülnek, melyek beszerzése már folyamatban van. Ez alatt zajlik a bútorzatnak és a sporteszközöknek a leszállítása. Tulajdonképpen ezeket megrendeltük már, tehát mindenütt új bútorok kerülnek elhelyezésre, és a tornacsarnok és az udvari sportpályák teljes egészében új sporteszközökkel, berendezésekkel lesznek felszerelve. Ugyanakkor elkezdődött a zeneiskolai hangszereknek a beszerzése, és néhány berendezésnek a megvásárlása. Ezek párhuzamosan zajlanak a műszaki átadás átvétellel. A hivatal munkatársai márciusban veszik át teljes mértékben az épületet, ami azt jelenti, hogy ekkor kerül sor a nagy takarításra és azoknak az eszközöknek a beszerelésére, melyek már az önkormányzat birtokában vannak. Az épületet április 20-án, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon ünnepélyesen átadjuk a diákoknak és a pedagógusoknak, a nagyatádiaknak, és a tavaszi szünetet követően pedig már itt kezdődik meg a tanítás a kibővített, felújított Bárdos Lajos Általános Iskolába. Az áprilisi avató ünnepséget követően a zeneiskola is beköltözik az épületbe, hiszen a kamaraterem kifejezetten számukra lett kialakítva. A pedagógiai szakszolgálat is ide költözik, az ő számukra is egy külön szint van kialakítva, speciálisan a tevékenységükhöz kapcsolódó méretű és kialakítású termekkel, ahogy a zeneiskolánál is. Úgy alakítottuk ki a helyiségeket, hogy azok kifejezetten a zeneiskolai képzést szolgálják, tehát velük együtt kerül majd átadásra és használatra az épület áprilisban. A majdnem teljesen kész épület nem csak tágas és világos, de a mai kor követelményeinek is megfelel, így májustól egy minden tanulási igényt kielégítő intézményben folytathatják tanulmányaikat a Bárdos Iskola növendékei közösen a zeneiskolásokkal.